világbajnokság előtt ugye tudtam, hogy nem vagyok 100%-os formában, meg talán mondtam is jó párszor a sajtónak neked is, és attól függetlenül nem voltam benne biztos, hogy így a magyar szurkolók meg a közönség hogy fog reagálni, hogy most nem nyerek, vagy nincsenek érmek minden számban, amiben elindulok. És annyira, de annyira jó érzés, hogy tegnap, amikor döntőbe kerültem, akkor hallottam, hogy mindenki tapsol és szurkol, és ugyanez volt ma délután, a hetedik hely után, és azt éreztem, hogy a közönség hálás, és én meg ezért vagyok nagyon hálás, hogy ezt így átélhetem, így is, hogy hetedik vagyok. Úgy jöttem a VB-re, hogy nem szeretnék magamra terhet rakni, úgyhogy nem is fogok. Hát 200 példa és 400 vegyes van nekem még hátra. Úgyhogy lépésről lépésre, úgyhogy holnap pihenő, és talán szeretném kedreggel 200 pillanat előfutam, és hát nagyon szeretnék tovább jutni. Hát őszintén az eredményen nem vagyok megelégedve, tegnap jobban sikerült. Mindig ez az 50, mindig nehéz úszni, mert egy kis hiba, ami nem tudom, volt egy hiba, majd kiderül, de ez mindig vagy összejön, vagy nem, most annyira nem jött össze. Igaz, hogy a hatodik hely, sajnálom, hogy nem, mert dobogó, hogy küzdettem. De szomorú nem vagyok. Itt voltam, nagy közönség előtt, itthon leúztam, amit tudtam. Egy nagyon szép döntő, örültem, hogy ott lehetem, hogy mindenki nekem szurkol, és jó, szép volt, örülök.